Több mint százszoros válogatottként, hatszoros magyar és négyszeres osztrák bajnokként 2019 elején sokadszori próbálkozásra végül elfogadta a Ferencváros ajánlatát a magyar női labdarúgás egyik ikonja, Vágó Fanni. A támadó 13 meccsen lőtt 17 góljával torony magasan vezette a női élvonal góllövő listáját, a csapat pedig címvédőként robogott az újabb bajnoki cím felé, ám közbe szólt a koronavírus járvány. Bár idén a női szakákban nem hirdetnek bajnokot, a Ferencvárosra így is komoly, két nyert meccsig tartó párharc vár a Bajnokok Ligája selejtezőjében való indulás jogáért az MTK ellen. Az erre való felkészülés közben látogattuk meg kiválóságunkat, akivel az aktualitások mellett pályafutása korábbi szakaszait is felidéztük. Édesapám ugye labdarúgó edzőként dolgozik, az öcsém is labdarúgó, úgyhogy kísértem a testvéremet folyamatosan az edzésekre, labdát szedtem nekik, és amikor egyszer-kétszer kevesebben voltak, mindig invitáltak arra, hogy álljak be közéjük. Szerencsére ott tudtam ragadni, megtetszett nekem is. Jól éreztem magam a fiúk között, és ott ragadtam a csapatban. Azt gondolom, hogy érvényesülni nem volt nehéz, mert nagyon gyorsan befogadtak és elfogadtak csapattársként. Csapatkapitány is voltam fiúk között, úgyhogy tényleg azt láttam, hogy teljes mértékben egyenlőként kezeltek engem lányként is. Valószínű, hogy ehhez kellett az is, hogy a játékoddal kivívd a tiszteletet, úgymond. Kiemelkedő tehetségével Vágó Fanni alig 15 évesen szinte berobbant a női mezőnybe. A Feminával bajnok lett, a női válogatott második legfiatalabb játékosaként címeres mezben is pályára léphetett, sőt, szinte úttörőként külföldi topligában is kipróbálhatta magát. Nem is számítottam arra, hogy ilyen hamar és ilyen lehetőség nyílik előttem, úgyhogy egyből kaptam az alkalmat és megpróbáltam. Sikerült kiigazolnom egy Bundesliga 1-es csapathoz. Ott játszottam, beverekedtem magam ilyen fiatalon a felnőtt Bundesliga 1-be. Utána sajnos volt egy sérülésem, ami hátráltatott, abban nehezen tudtam visszajönni, és a játék lehetőség miatt egy másik csapathoz igazoltam. Ez a csapat pedig az akkori magyar női mezőny legjobbja, az MTK volt, amellyel 5 bajnoki cím és 3 kupa győzelem következett. Nagyon jó időszak volt, tehát azt megélni, hogy magyar bajnok vagy, magyar kupa győztes vagy, egy nagyon jó csapatba tudtam bekerülni. Nagyon szerettem azt a társaságot, tényleg nagyon jól összecsiszolódtunk, nagyon jó csapatot alakított ki Turtocki Sanyibe, úgyhogy minden pillanatát élveztem, de ugye ott is kaptam egy ilyen külföldi megkeresést, amivel ugyanígy éltem. Az egyre rutinosabb támadó következő jelentős állomása egy egzotikus izlandi kitérő után az egyik legfeltörekvőbb női futballkultúra kiemelkedő csapata az osztrák élvonalbeli St. Pölten volt, amely a zsinórban 4 bajnoki arany és összesen 72 tétmeccsen lőtt 82 góllal gólkirályi címek következtek. Az osztrákokat nagyon felkapták, amikor ugye az EB-n harmadik helyezést megszerezték, úgyhogy ott elindult egy ugyanilyen tömegesítés, médiában szereplés, mint itt Magyarországon. Tényleg olyan csapatok alakultak, ahol több pénzt tudtak félretenni a női focira, jobb játékosokat tudtak igazolni a csapatok, és ezáltal ugye a bajnokság is egy picit erősebb lett. Úgyhogy azt gondolom, hogy megint csak egy jó országba, egy jó bajnokságba tudtam kerülni, megint egy teljesen más futballkultúrát megismerni, egy teljesen más mentalitást. Azt gondolom, hogy ezek mind az előnyömre váltak. 2019 tavaszán a magyar női labdarúgást követők számára bombaként robbant a hír. Vágó Fanni aláírt a Ferencvároshoz. Adódik a kérdés, egy jó külföldi bajnokság élt csapatának ikonjaként, több mint 100 válogatottsággal a háta mögött mi motiválta a játékost abban, hogy hazaigazoljon? Hát ez egy nagyon hosszú sztori. Amikor már az MTK-ba fociztam, a Balázs már többször keresett, és többször beszélgettünk arról, hogy mi lenne, hogyha a Ferencvároshoz igazolnék. Akkor még úgy éreztem, hogy van bennem külföldi csapat és külföldi lehetőség, nem akartam így itthonról máshova igazolni. Utána, ahogy külföldre elkerültem és más országokban is voltam, azért már elég hosszú idő eltelt az MTK-s korszakom óta. Ismét ugye a Balázsral tartottuk a kapcsolatot és folyamatosan próbált idehozni. Most éreztem azt, hogy igenis, most már nem tudok nemet mondani, és meg kell próbálnom, hogy a Ferencvárosnál is olyan
korszakot tudjak majd magam mögött, mint az MTK-nál. Nekem nagyon tetszik tényleg ez a közeg, az, hogy akár bemegyünk a Liget étterembe, ott találkozunk más fradi sportolókkal, vezetőkkel, megismernek minket, köszönnek, megkérdezik, hogy mi volt, hogy volt a hétvége, ha esetleg tévében adták a meccset, akkor mondanak pár jó szót. Úgyhogy tényleg itt a fradi családban érezheted magad, ez mellett tényleg olyan programok vannak, ahova el tudunk menni, médiában szerepelni, akár jótékonykodni, hogy igazából ez a fradi. Dörnyei Balázs vezetőedző nem titkoltan azzal a szándékkal igazolta le a támadót, hogy a csapat vezéregyénisége legyen, akitől a keret feltörekvő fiatal tagjai tanulhatnak. Az viszont Fanni számára is új szerepkör, hogy az U19-es együttes vezetőedzőjeként időnként saját játékosaival készül együtt a felnőtt csapatban. Én ugye Ausztriában fiúkkal dolgoztam, nagyon kis fiúkkal, ahhoz képest teljesen más ugye az U19-es lányokkal dolgozni. Nem mondom, hogy könnyű, de én nagyon élvezem. Tehát nekem ez az életem, én tényleg ebben tudom elképzelni a jövőmet is. Engem ez nagyon érdekel, és tényleg napi szinten 100%-ot próbálok mindig beleadni. Nehéz, persze, sokszor kivesz az emberből, de azt gondolom, hogy meg lehet oldani az edzések mellett azt, hogy mondjuk építs már a jövődet is. Kicsit furcsa, de én szerintem egész jól kezelem, és azt gondolom, hogy a lányok is, hisz tényleg, amikor mondok nekik valamit, vagy próbálok nekik segíteni, javítani valamit, akkor mindig odafigyelnek és hallgatnak rám, akár ugye felnőtt edzésen is, tehát nem csak amikor én tartom nekik. Úgyhogy én próbálom támogatni őket, az biztos, hogy sokkal nagyobb önbizalom kell minden egyes fiatal labdarúgónak, amikor itt feljön a felnőtt keretbe edzeni. Én ezt látom nagyon nagy hiánynak a magyar labdarúgásban, hogy amíg mondjuk Ausztriában 20-gyár is megpróbálja, itt azért már másodjára se nagyon merik a játékosok megpróbálni, hogyha egy elvesztett labda után, vagy elveszítenek egy párharcot, vagy egy csel nem sikerül, vagy egy lövés. Úgyhogy én mindig ezt próbálom beléjük nyomni, próbálom átadni nekik ezt a mentalitást, hogy igenis én jobban szeretem azokat a játékosokat, akik vagányak, akik tényleg 20-gyár is megpróbálják, ha nem megy, akkor meghajtanak. Fanni vallja, hogy ez a mentalitás kell csapatszinten is ahhoz, hogy a 2019. augusztusi drámai körülmények között elbukott BL-selejtező után a Ferencváros lehessen a magyar női labdarúgás első Bajnokok Ligája főtáblás együttese. A BL-selejtező az tényleg egy olyan megpróbáltatás volt, amit sajnos nem tudtunk megugrani. Nagyon sok minden közre játszott tényleg, tehát a gólarány, az utolsó meccsen, hogy pekes gólt kaptunk, kicsit rossz szájízzel gondolok vissza rá. Ez volt ugye az első tétmeccsem a Bajnokok Ligájába, de azt gondolom, hogy lesz ennek még jobb folytatása. Én úgy állok mindig hozzá, hogy például most is a Szabadkát, akit ugye mi kaptunk a selejtezőben, azt gondolom, hogy jobban játszottunk és megérdemeltük volna a továbbjutást. Ők ugye utána az Atlético Madriddal tudtak játszani egy olyan meccset, ahol egyébként a Szabadkának állt az ászló nagyon sokáig, és ugye egy olyan stadionban tudtak játszani, ami ámulatba ejtett mindenkit sok néző előtt. Azt gondolom, hogy el lehet érni ezt a szintet. Nyilván vannak olyan csapatok, akik a top-top, és ott nehezebb lenne, de egy ilyen kaliberű csapatot, mint az Atlético Madrid, azt gondolom, hogy még el lehetne kapni. Az ehhez vezető első lépcsőfok június 4-től egy két győzelemig tartó párharc a nagy rivális MTK ellen, amelyen bár a szövetség döntése értelmében bajnokot nem hirdetnek, eldől kiképviselheti Magyarországot a BL következő selejtezőjében. Nem is kell jobb lehetőség arra ennél, hogy Vágó Fanni a Ferencvárost is korábbi csapataihoz hasonló sikerek felé vezesse. Fáj a szívem azért, hogy nem kapunk ezért érmet, tényleg egész évben ezért dolgozol, szinte ugyanúgy lejátszod a döntőt, és mégsem hirdetnek bajnokot. Nehéz ezt feldolgozni, főleg úgy, hogy tényleg nekem olyan sorozatom volt, ahol folyamatosan aranyérmeket nyertem, folyamatosan bajnokságot nyertem a csapataimmal. Most ez így megszakad a vírus miatt, de azt gondolom, hogy a BL-selejtezős
indulás azért vívott döntő, az kárpótol mindenkit. Tényleg biztos vagyok benne, hogy mindenki úgy fogja fel, mint hogyha ez a bajnokságért menne, mint hogyha az aranyérmet a nyakába akasztanák a játékosoknak.